Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon egy érdekes kérdést fogunk tárgyalni. Mikor és kinek lehet bemutatni a Tóra tekercset? Gondolom, hogy maga a kérdés is talán több embernek furcsa. Mi lenne a probléma bemutatni a Tóra tekercset? A kérdés sokszor merült fel bennem és másokban. Mondom egy példát. Van a múzeumok éjszakája, már több éve, hogy a zsinagógaink is bekapcsolódtak ebben. És jönnek emberek a zsinagógában, mondjuk a mi esetünkben a Vasváriban, és megbeszélünk, hogyan néz ki a zsinagóga, mik a hagyományos dolgok benne, és középen van a bíma, ahol a tórát olvasnak, mi az a tóra, a tóra tekercset, hol van a tóra, mögöttem, a függön mögött. És az a legszentebb tárgy a zsidó vallásban. Automatikusan felmerül a kérdés, lehet-e ezt megnézni? És a kérdés az, elhúzni a függön, és kinyitni a tóra, a tóra, hogy hívnak a tóra, az áron, a tóra szekrény, az egy kérdés. További kérdés, kivenni a tórát, odavenni a bímához, és kinyitni. Szabad-e, vagy nem? Erre nézzük meg, hogy mi van írva erről. Ki fog derülni, ez nem olyan egyszerű. Nézzük meg. Első dolog, érdemes olvasni, Jesaja könyvben 39. fejezet. Egy pár verset. Abban az időben küldött Merodach Baladán fia, Bábel király levelet és ajándéket Hiszkiáhúnak. Hallotta ugyanis, hogy beteg volt és felépült. Szóval küldött levelet és ajándékot. És örült rajtuk Hiszkiáhú, és megmutatta nekik, ugye a Bábel királya küldött, gondolom egy küldöttséggel küldött levelet és ajándékot, ennek nagyon örült Hiszkiáhú, és megmutatta nekik, kincses házat, és ez az ezüstet, az aranyat, az illatszereket, és a finom olajat, még egész fegyveres házat, és mindent, ami találtatott kincstáraiban. Nem volt semmi, mit meg nem mutatott volna nekik Hiszkiáhú a házában, az egész birodalmában. És az alá van húzva, hogy mindent, megmutatta nekik, akart kedveskedni velük, mutatni a tessék. Ekkor bement Jesajáhú proféta Hiszkiáhú királyhoz, és szólt hozzá. Mit mondtak ezek az emberek, és honnan jönnek hozzád? Mondta Hiszkiáhú, távoli országból jöttek hozzám, Bábelből, és mondja a proféta. Mit láttak házadban? Mondta Hiszkiáhú, mindent láttak, ami házamban van. Nem volt semmi, amit meg nem mutattam volna neki kincstáraimban. Erre szólt Jesajáhú Hiszkiáhúhoz. Halljad az örökkévalónak, a seregek urának igéjét. Ime,
Nappak jönnek és elvisznek mindent, ami házadban van, és amit őseit gyűjtötték mind mai napig. Bábelben nem marad meg semmi, mondja az örökkévaló. Fiaik közül is, kik majd származnak tőled, akiket nemzeni fogsz, elvittetnek, hogy udvari tisztek legyenek Bábel királyának palotájában. Szóval, ez a 39. fejezet, 1-től 7. vers, még egy vers marad hátra ebben a fejezetben. Mit látjuk? Jöttek Bábel királynak a küldetei, Hiszkiáó mindent mutatott neki, minden kincset. Erre azt mondja a proféta, az Isten azt mondja, minden kincset mutatod, minden kincs majd el fog kerülni Bábelben. Sőt, még a gyerekeid is szolgák lesznek ott. Ezt olvasunk itt a Jesajáó könyvben 39. fejezet. A midrások arra mondanak, azt magyaráznak, hogy egyértelműen ez egy büntetés volt azért, mert minden kincset mutatott nekik. A kérdés, mi az a minden kincs? Mi az a minden kincs? Van olyan midrás, ami azt állítja, hogy minden kincs azt jelenti, hogy megmutatta nekik a fridládat, és benne a kőtáblát, azt is megmutatta nekik, és erre az Isten nagyon mérges volt, mert lényegében a midrasnak a logikája az, mi a probléma, hogy Hiszkiáó próbál jó diplomáciát, jó kül kapcsolatokat ápolni a Bábel királyával. Megmutatja nekik egy oszlop, ezüst oszlop, arany, tányér, mit tudom én, sejem, ruhát, mindenféle. Kit zavar, hogy megmutatta nekik ez? Nem szabad Hiszkiáónak építeni a kül kapcsolatokat? Erre azt mondja a Midrash, nem ez a probléma. A probléma olyasmit mutatott, ami nem tartozik a külkapcsolatokhoz. Erre egyes midrások azt mondanak, hogy megmutatta a fridládát és a kőtáblát. Rashi egy másik midrást idézi, hogy megmutatta nekik a Tóra tekercset. Szóval mindenképpen akár ez, akár az, azt látjuk, hogy negatív dolog mutatni. Mi a probléma? Miért a proféta vagy az Isten félt attól, hogy el fogják lopni? Nem úgy tűnik. Hanem maga az, hogy ezeket a szent tárgyakat, mutatta nekik, az nem volt helyes. Mert szent tárgyakat, azok az igazi kincsek, azok nem olyasmit az ember használ, amikor akar kedveskedni, mutatni valami érdekeset valakinek. Erre olvasunk most, mit mond a Sefer Hasidim, a Jámborok könyve azt mondja, hogy egy szár lehet egy miniszter, szár lehet egy földes úr, egy fontos ember, kérte a zsidóktól, nyissák ki a tóra szekrényt, mert szeretne látni a tórát. Erre azt mondta nekik az egyik öreg, nem nyissátok ki, nem mutassátok semmit neki. Mert Hiszkiáó vétkezett ebben, hogy megmutatta a fridládát a Bábel királynak az embereinek.
folytatja a Rabbi Júda a Jámbor, ez körülbelül azt hiszem a 13. vagy 14. századi szöveg, azt mondja, és aki mutatja a Tórát egy nem zsidónak, akkor azt mondja, megint a Tórát mutatgatja, akkor megérdemli az, hogy az ő sírját itt is mutagassanak, vagyis felássák a sírját. Vagyis az biztos, hogy zsidónak tanulnia kell a Tórát. Ezért zsidónak mutatni a Tórát, ez mindig fontos, mindig kell, mert ez neki tartozik. Minden parancsolat, ami benne van, a 610 parancsolat, az neki szól. Szóval ezért nem lehet azt mondani, mutatál a Tórát, de nem mutattam, én tanítottam, micva tanítani a Tórát zsidóknak. Ezért az biztos, hogy zsidóknak szabad bemutatni a Tórát, sőt kötelező, kötelező éjjel-nappal ezt tanulni. Nem zsidónak nem szabad, miért? Mert a Tóra az egy kincs, és a Tórát meg kell tisztelni azzal, hogy a kincseket azok mi nem mutatgatjunk állandóan. És a kincsek ez nem arra való, hogy az ember mutatgassa. Emlékszem, van egy ilyen Tamás, gyerekkoromban hallottam, hogy egyszer a király építette a várát, gyönyörű szép palotát, és a kaput az aranyból készített. Aranyból készítette a kaput, hogy mindenki lássan, hogy ő milyen gazdag, aranyna kapuja. Igen ám, aztán rájött, hogy valaki szólt neki, aranyna kapu, és csak így állandóan nyilvános tönkre mehet. Szóval ez így nem jó. Azt mondja, igazad van, és erre gyorsan azt csinálta, lefette. Rátett egy borítót rá, hogy védjen a kaput. Jó? A kapu védve van. Igen ám, de senki már nem látja az arany. No, akkor mit lehet csinálni? Ha nincs borító rajta, akkor mindenki látja az arany, ugyanakkor romlik, tönkre mehet. Ha pedig be van borítva, nem fog tönkre menni, nem fogják látni. No. Erre mit lehet csinálni? Törte a fejedre, úgy gondolta, borítót adhagyja, de kivágott belőle darabokat, hogy borító is legyen, és nem borító is. Jó, ez vicces, ugye az ember nem tudja eldönteni, de mindenképpen kincseket, pláne királyi kincsek, azok olyan dolgok, amit soha nem hoznak ki, soha nem mutatják be, meg, ez nem olyan dolog, amit mutatnak. Miért? Mert ez egy kincs. A kincsnak a definíciója az, hogy a kincstárban van, el van rejtve. És ezért, ha valakinek kötelező ebből tanulni, akkor természetesen éjjel-nappal elő kell venni a Tórát és azt tanulni. De ha valakinek nem kötelező, csak szeretném mutatni érdekes dolgot, szép dolgot, drága dolgot, mutass meg arany poharat és ezüst tányérat, és sejem, drága sejem ruha, de Tórát nem szabad mutatni. Ebből a szövegből tanulunk, ezt mondja Reb Júda, a Szidreb Júda Jámbor a 13. 11. századból, és levezeti és Sáje könyvéből. Most. Most nézzük meg, menjünk tovább. A Shulchan Aruchban, most egy kicsit menjünk a Tóra, a Tóra tekercsnek a törvényéhez. A Tóra tekesnek a törvényhez. Első dolog, most már beszélünk
amik a Tóra tekercset megvan, zsidó közösségnek van-e Tóra tekercse. Erre azt mondja a Sulchan Aruch, egy előírás. Jó, most Amelita úgy fogalmazza meg, profán célra használta a szent dolgot. Ez egy kicsit egy erős megfogalmazás, hogy egy kicsit erős megfogalmazás profán célra, mert lényegében ő a Tórát ő megtisztelte, sőt, valószínűleg úgy volt a szöveg, most pedig a legfontosabb és a legszentebb tárgyat fogok mutatni nektek. És erre felfedte a Tóra tekercset, azt jelenti, itt nem tanulás volt a cél, hanem itt a diplomáciai kapcsolat volt a cél. Nem lehet mondani, hogy megszentségtelenítette, ugyanakkor a Tóra nem erre való, szerinti részben profán célra. Most nézzük meg, álljunk meg egy másik, itt, menjünk át egy másik témára, és utána majd jövünk vissza. A Sulchan Aruch, a zsidó törvénykönyv azt írja elő, az embernek kötelező nagyon megtisztelni a Tóra tekercset, és micva kötelező kijelölni neki helyet. Ami azt jelenti, maga az, hogy a Tórának legyen egy kijelölt hely, az egy előírás. Ahogy mondtam előbb, egy fontos tárgy, maga az, a Tóra egy fontos tárgy, ebből következik az, hogy ennek kellett legyen helye. Egy sima, egyszerű tárgy, az lehet itt is, ott is. Valamikor az asztalon, a rendet csinálok, akkor teszem a polcra, egyszer ezen a polcon, azon a polcon, nekem mindegy, hogy melyik polcon, fiókban. A lényeg, hogy ne legyen elől, és tudjam, hogy hol van. Hogy amikor kell, elő fogom venni. Természetesen van egy ember, akinek minden dolog az utolsó toll és az utolsó zokninak nagyon-nagyon pontos helye van. Van egy ember, aki azt mondja, hogy mindegy, az első fiókon, a második fiókon, itt, ott, a lényeg, hogy tudja, hogy hol van. De egy fontos tárgy, az igen. Annak van helye. Erre az előírás az, hogy kellett legyen neki helye. Képzelünk el, hogy mondjuk itt vagyunk Budapesten, jó pár zsinagóga van, hát most jöttem rá, hogy most vasárnap este van, holnap van hétfő reggel van mindig tóraolvasás, egy rövid tóraolvasás, ahelyett, hogy mi menjünk a zsinagógában, egyszerűbb lenne áthozni a Tórát ide a lakásomban, vagy a szállodában, hogy az emberek, hogy legyen tóraolvasás, és ne legyen szükség menni a zsinagógában. Ez tilos. Miért tilos? Azért tilos, mert erre van a jeruzsálemi Talmudban olyan kifejezés, hogy ahelyett, hogy a Tóra jöjjön hozzád, gyere te el a Tórához. Nem illik a Tórát elvinni a helyéről, azért, mert neked kényelmes. Ez így kényelmesen. Gyere el te a Tórához. Vagyis a Tórának van helye. Még egy zsidó közösség, itt vannak 10-20-an. A lakásom, nekik öt egyszerűbb. Mondjuk, hogy ők ebben az épületben kivettek egy pár lakást, nekik egyszerűbb lenne, hogy a Tóra idejön. Vagy a szállodában, nem. Lehet, hogy nektek egyszerűbb. De inkább legyen egyszerűbb a Tórának, mint ennek a zsidóknak. Menjetek szépen el a Tórához, ne jöjjön a Tóra hozzátok. Megint, a Tórának van egy kijelölt helye, és nem szabad onnan elvinni egy másik helyre az, amely neked kényelmesebb. Ez is a Tórának a tisztelete, hogy te jössz, te zsidó közösség jössz a Tóra, és nem a Tóra jön hozzá. Vannak kivételes esetek, amikor a Tóra nem tud jönni. Mondjuk egy másik városban utazunk. Például ugye mindig csinálunk évente kétszer
legalább csinálunk Dunaparti hétvége, Balatonparti hétvége, muszáj oda vinni egy túrát, mert nem tudunk elmenni, mert ott leszünk Sábezgő, Sábezgő nem lehet utazni. Akkor szabad elvinni a túra. Ez van a kivételes esetek, mert végső soron a cél az, hogy a túra használva legyen. De mondom, de attól az a kérdés, hogy ki jöjjön kihez, akkor azt mondunk, hogy a túra jöjjön a zsidók jöjjenek a tórához, és nem a tórát elvinni a zsidókhoz. Van egy olyan dolog, ha elviszik a tórát valahol, akkor legalább háromszor olvassanak attól a tórából. Ha már háromszor olvastak a tórából, és akkor közben volt egy kijelölt helye, akkor ez nem jelenti, hogy a tórát elvittük a helyére, a tóra kaphat egy újabb helyet. Ez az első elírás, hogy a tórának kell, hogy legyen megjelölt helye. Erre azt mondja a Shulchan Aruchnak a kommentátora, az egyik kommentátor, Pitchei Tshuva azt mondja, hogy van egy olyan szokás, hogy amikor a király eljön, átutazik itt ebben a városban, úgy fogadják a királyt, hogy kiviszik a tórát, a zsidók, a zsidó vezetők, az elöljáróság, a rabbik, kiviszik a tórát, és ezzel fogadják a királyt. Ez mondja a Pitchei Tshuva meg van engedve a király tisztelete miatt. Hiába a tórának van helye, a király tisztelete miatt szabad a tórát kivenni a helyéről ott a tóra szekrénybe, ezzel fogadni a királyt. Ez az első lépés. Ez az első lépés. További lépés. Mi van akkor, ha a király itt lesz a városban szombaton? Szombaton nem szabad el kivinni az utcára a tórát. De a király már megszokta, és tudja, hogy a zsidók azzal fogadják őt, azzal tisztelik őt meg, hogy jönnek a tórával. Ha egyszer a zsidók meg fognak jelenni szombat délben a főtéren, tóra nélkül, azt fogja mondani a király, mi van itt? Engem nem tisztelnek elége? Idén nem érdemlek meg? Erre azt írja a Beit Lehem Yehudet, egy másik kommentár a Shulchan Aruchhoz, ez is meg van engedve, ne legyen az, hogy a zsidó vigyen ki az utcára, az már nincs megengedve, mert a tórával nem szabad megszegni a szombatot, de szabad kérni egy nem zsidót, hogy ő vigye ki a tórát. A király tiszteletre szabad kérni egy nem zsidót, hogy ő vigye ki a tórát. Megy a zsidó elöljáróság, középen jár egy nem zsidó, akit megkértek, hogy ő vigyen a tórát. Ez is megvan engve. Általában nem adnánk a nem zsidó kezében a tórát. Miért? Mert a tóra az nekünk nagyon szent. Ezért minden zsidó, akinek neki az ő vallása szerint nagyon szent a tóra, viheti a tórát, amikor kell vinni. Nem zsidó vigyen a tórát, igazad ő, minden ember megtiszteli, tudja, tisztelni kell a másik embernek a vallását, de mégis ez csak a másik embernek a vallása, ezért csak így simán, ha nincsenek különleges oka, nem szabad adni a más vallásúnak, hogy ő vigyen a tóra tekercset, a legszentebb tárgyat. De most, hogy az a kérdés, zsidó szegje meg a szombatot, és vigyen a tóra. Más, A verzió, ne vigyük ki a tórát. Ki van zárva. B verzió, a zsidó vigye ki a tórát. Szombatszegés, ki van zárva. Erre jön a C verzió, nem zsidó vigyen zsidó kísérletében a tórát. Ez most egy kivételes eset, fontos, megint a királynak a tisztelete, megvan engedve. Erre jön a harmadik kommentátor a Shulchan Aruchnak, Rabbi Meir Arik, ő Galíciának az egyik nagy rabbia volt a két világháború között, azt mondja, az, amit előbb olvastunk a Sefer Hasidimben, hogy nem szabad itt mutatni a tórát, a király tiszteletére nincs probléma. Szóval, nincs probléma a király tisztelet kivinni a tórát a helyéről, nincs probléma, ne zsidó vigye ki,
Az se probléma, hogy csak így mutatunk a tórát. Ez mind a király tiszteletére meg van engedve. Erre felmerül a kérdés, hogy hogy van itt? Előbb azt mondtunk, olvastunk fel Jesaja profétából, hogy Bábel királynak a küldetői jöttek, és nekik nem volt szabad mutatni a Tórát. Erre mondta a Sefer Hasidim a Rabbi Judá, Hasidim Judá Jámbor, hogy nem szabad mutatni a Tórát, még akar is ez a fontos ember kérte, szeretne látni a Tórát, nem szabad. Akkor, mi, akkor a királynak miért szabad? A királynak mi, most miért megvan engedve? Nem arról van szó, hogy nem szabad? Erre van, aki azt mondja, csak abban az esetben nem szabad mutatni, amikor tartani kell attól, hogy az ember, hogy az, akinek mutatjuk, nem fog tudni megtisztelni a Tórát, mert nem az ő vallása, gúnyolodni fog rajta. Ha pedig nem fog gúnyolodni rajta, akkor, nem, akkor szabad mutatni. Egy olyan lehetőség van, hogy talán Jesaja proféta a Jesaja könyvében azért nem volt szabad mutatni, mert ők nem is kértek. Ők nem szeretnék mindent látni, hanem Hiszkiáhu király kedveskedni akart, és ezért mindent mutatott. Erre azt mondjuk, minek mutatsz neki olyasmit, amit nem kell. De amikor a király elvárja, akkor szabad lenne. Igen ám, de a Sefer Hasidim pedig arról beszél, amikor az illető, ez a fontos miniszter vagy földes úr kéri, szeretném látni, és mégis azt mondja, hogy nem szabad. Akkor mégis miért azt mondjuk, hogy a királynak szabad megmutatni, és ennek a fontos embernek nem szabad megmutatni? Hát, most nézni a rangját, hogy királyi rang szabad, királynak a helyettese, vagy a miniszterelnöke, vagy az már nem nagyon reális. Hát, és akkor mi a válasz erre? Mikor szabad, mikor nem szabad, ez az nem olyan egyértelmű. Most. Mielőtt tovább megyünk, és talán megoldjuk ezt a problémát, van itt egy kérdés. Ha azt mondjuk, hogy Hiszkiáhu megmutatta nekik a fridládát és a kőtáblát, akkor a kőtáblá az talán, nem talán biztos, hogy ez még szentebb, mint maga a Tóra tekercse. Ezért azt lehet mondani, kőtáblát nem mutatjuk, de kőtáblát nem mutatjuk, de Tóra tekercset szabad mutatni. Nézzük meg a Sefer Hasidimnak a szövege, erre azt mondja, hogy amikor akart látni a Tórát, erre azt mondta az öreg, nem mutassátok, mert Hiszkiáhu mutatta a fridládát a Bábel királynak. Erre felmerül a kérdés, ha fridládát mutatta, akkor onnan hogy következik, hogy nem szabad mutatni a Tóra a tekercset? Erre van, aki azt mondja, hogy nem, ha követjük azt a verziót, hogy a Tóra tekercset mutatta, akkor az a probléma. Igen, de maga Sefer Hasidim azt mondja, a fridládát mutatta. Szóval egy kicsit úgy tűnik a Sefer Hasidimból, hogy ha a fridládát nem szabad mutatni, hiába a Tóra nem olyan szent annál, de mégis az alap gondolat az,
hogy a szent tárgy egy kincset nem mutatunk. Nagy kincset nem mutatunk, legszentebb kincset nem mutatunk, második legszentebb kincset sem mutatjuk. De kérdés, a királynak szabad mutatni, és a Bábel küldetéinek nem? És ugyanígy, amikor ez a miniszter kérje, szeretne látni, nem? Akkor talán úgy kell ezt magyarázni, hogy Bábel király nem volt kíváncsi, Bábelnak a küldetén nem voltak kíváncsiak a Tórára. Örültek minden érdekességnek, de ők nem volt valami kíváncsiak a Tórára. Talán a miniszter, aki kérte, hogy nisáltak meg a Tóra tekercset, az se. Nem azért akarta látni, mert megtisztelni akarta, hanem kíváncsiságból akarta látni. Na, az nem elég. De a királynak tisztelni, az egy másik szint. Menjünk tovább. Mit jelent az megmutatni a Tóra, a Tóra tekercset neki. Most. Az igazság az, ha akarunk itt végig nézni, akkor ugyanebben a paragrafusban, a Jámbor a könyvében, a Judáha Szidér, Judá Jámbor két dolgot mond. Egyik dolgot azt mondja, egy halottat sem mutassuk sírjában, és a Tórát sem mutassuk. Erre azt mondja az előbb említett galicai rabre Meir Árik, ugyanúgy a halottat a sírjában nem szabad mutatni, azt lényegében ott, ahol idézőjelben ő nyugszik, nem szabad mutatni, de amikor mondjuk épp temetés van, szabad látni, akkor ugyanígy a Tórát csak a Tóra szekrényben nem szabad mutatni. De ha már kint van, a Tóra olvasás közben szabad egy nem zsidónak ezt mutatni. Ezt mondja a Meir Árik. De még mindig felmerül a kérdés, mit jelent mutatni a Tórát? Mutatni a Tórát, amikor a Tóra öltözve van, vagy mutatni a Tórát azt jelenti levenni a takarója, amivel a Tóra mindig öltözve van, mert azt lehetne mondani, amikor a Tóra be van öltözve, le van fedve, akkor mi nem mutatjuk a Tórát, csak kívülről. Ugye csak a bárs, általában egy ilyen bárson ruhája van a Tórának. Az talán nem is számít, hogy mutattam a Tórát, ugyanakkor, ha abból indulunk ki, hogy a Tóra egy kincs, a kincseket mi nem mutatjuk. A kincstár mi nem nyissuk ki olyan embernek, akinek nem királyi család ott dolgozik, vagy ilyesmi. Erre mindegy, hogy a kincsek, a drága kövek le vannak takarva, vagy nem, ezt mi nem mutatjuk. Maga az, hogy mutatjuk, az már levesz róla a misztikumából most. Nézzük meg egy további forrás ebben a témában. Berlinben volt egy ortodox rabbi képző, és annak a vezetője volt, a könyvnek a nevere emlékszem, Sridei és Weinberg. Weinberg rabbi, a szerzője,
A Weinberg rabbi, ő volt a vezetője ennek a berlini ortodox rabbi képzőnek, utána hát a nácik miatt neki menekülnie kellett onnan, a végén Svájcban költözött, ott megint volt egy jösívája, közben Berlinben is a háború előtt, Svájcban a háború után responzumokat írt mindenféle kérdésekre. Válaszolt, illetve mást is írt. Erre van egy kérdés, felmerült a kérdés, szabad-e egy tóra tekercset egy állandó kiállításban helyezni? Állandó vagy nem állandó, nem derül ki a szövegből, én egészítettem ki azt a szót, állandó. Szabad-e vagy nem? Erre válaszol Weinberg rabbi, és azt mondja, láttam a leveléből, a levelében azt olvastam, és láttam, hogy ismeri pontosan, milyen problémák vannak ezzel a kiállításon. Azt mondja, az a Tóra tekercs ki lesz állítva ott a kiállításon. Egy, a Tórát elvinni egyik helyről a második, és nem abból a célból most ott fogunk olvasni. A Shulchan Aruch szerint még talán nem is szabad vinni börtönbe se zsidóknak Tórát. Átadni a Tórát nem zsidónak, akinek a Tóra nem a saját vallása miatt szent, illetve hagyni a te Tórát éjjel-nappal nyitva, és nem letakarva, takarva, az megint nem a tisztelet. Szóval ezeket a kérdéseket te mind felhoztál a te leveledben, és te is tudtál erről. Ezért, ha lehet elkerülni ezt a helyzetet, ne helyezzük oda egy tórát, az jobb. De, ha úgy tűnik, nekem én úgy láttam a szövegből, a talán ez a holokauszt emlékmű lett volna, és az állam érdekel, vagy az állam, talán a német állam, nem emlékszem, ők akartak egy ilyen emlékművet állítani, és a zsidók nem adnának tórát erre, akkor ez egy ilyen sértés lenne neki. Én azt mondja, ha ez egy állami sértés, ebből sértegetés lenne, akkor illetve az adott van egy tóra, az pedig az Isten nevenek a megszentelése, mert mindenki azt fogja mondani, wow, egy tóra tekercs van ott, akkor meg lenne engedve úgy, hogy egy üveges dobozban, kirakatban lenne betéves, legyen lezárva. Azt miért? Miért engedem ezt meg? Mert először azért, mert ahogy mondtunk, a királynak a tisztelete szabad, itt pedig az államnak a tisztelet. Igazad, ma nincs király, ezt már én mondom, de a királynak a tisztele átment az államnak a tiszteletére. Igen, Eva, egy bocs, mondja. Ma a király az átmegy a kormányra és az államra. Kettő, hát azért van oda téve a Tóra, mert ezzel akarnak mutatni a Tóranak a szentsége és szépsége, és tiszteljenek, hogy fú, van egy ilyen tóratek, megint meg van engedve. Érdekes az, hogy ő felhoz a különböző tilalmak, amiről tárgyal, arról nem mond semmit, az a még egy tilalom, hogy nem szabad mutatni a tórát másoknak. De azokkal az érvelésekkel, amivel megengedi azokat a tilalmak, amit felhoz, ez már megoldja a többi tilalom is. Nézzük meg! Első dolog a királynak a tisztelete, akkor már előbb mondtunk, a királynak a tisztele megoldja azt is, hogy megmutattunk a Tórát más vallásúaknak. A másik dolog, hogy ezzel mutatjuk a Tóranak a szentséget és szépséget és tiszteletet,
az megint a Tóra. Miért nem szabad mutatni a Tórát? Mert a Tóra az egy kincs is. Valamikor azelőtt kirakatba tesszük a Tórát, ezzel megtiszteljük a Tórát, akkor megint meg van engedve. Akkor megint ugyanazt látjuk, hogy ha azzalod megmutatjuk a Tórát, azzalod mutatjuk a Tórát, ezzel a Tóra tiszteletet kap, akkor megint az megvan enged, ez megvan enged. Szóval visszatérve akar a tilalomra, akkor mondjuk, hogy nem szabad a Tórát mutatni, amiket csak kíváncsiságból akarjak látni, még a miniszter esetében, vagy a Hiszkiáho esetében, Hiszkiáho szeretne kedveskedni vele. De az emberek azért jönnek oda, mert akarják látni egy zsidó kiállítás, egy zsidó emlékművet, akarják tiszteletet adni a zsidóknak, akkor lehet a Tórát odarakni. Ha ez így van, akkor a múzeumok éjszakája például, vagy máska még jönnek emberek a zsinagógában, ők azért jönnek, mert tisztelni akarnak, mert nekik a zsinagóga különleges. Nekik a zsinagóga az különleges, és ezért jönnek oda. A különleges is, és pláne az, hogy ott ül a rabbi is, magyaráz nekik a zsidó vallásból, és ebben a keretben, ebben a hangulatban mutatja meg a Tórát, akkor az a Tórának a tisztelete, és a Tórának a megszentelése, akkor meg lenne engedve. Érdekes, hogy vannak, akik egy kicsit szigorúban veszik, és azt mondja, a Tórát egyáltalán nem szabad mutatni. Üvegezett tárló. Köszönöm. Van, aki ezt szigorúban veszi, és azt mondja, a Tórát nem lehet mutatni, de nekem egy kicsit úgy jön ki a Weinberg rabbinak az írásából is, és a galiciai rabinak az írásából talán mégis van egy lehetőség, amikor lehet ezt mutatni. Jó, ez egy pár gondolat a témában, de még egyszer hangsúlyozom, de egy valamit látjuk itt, hogy nem egyszerű dolog. Ha mutatjuk, akkor nagyon-nagyon-nagyon meg kell fontolni, hogy ez az a pillanat, amikor ez meg van engedve. Mert, hogy látjuk Hiszkiáho esetében, ez egy negatív dolog volt, hogy mutatta. Ezért amikor egyértelműen a tisztelet ez a Tórának, akkor meg van engedve. Máskor a Tórát azzal meg kell tisztelni, hogy a helyen van, kincstárként, a kincstárban zárva van, és ez a Tóranak a tisztelete, de valamikor ki kell venni. Természetesen, ahogy mondtam, ha arról van szó, hogy tanulni kell a Tórából, az természetesen meg van engedve. Szóval mindenképpen ezért is választottam ezt a témát, hogy az ember tudjon, milyen különleges egy Tóra, milyen különleges ez a szent ágy, hogy annyira kell tisztelni, mint a legnagyobb kincset. És amíg kiveszünk a Tórát, tudjuk, hogy most milyen kincset veszünk ki. És miért veszünk ki? Mert nekünk állandóan ezt tanulni kell. Na, köszönöm a figyelmet, Isten segítségével, nem úgy, mint múlt héten, ezen a héten, egész héten minden nap fogunk tanulni. Holnap a Zohárt, a Kabbalának az alapkönyvéből, kedden a Hasid történeteket, szerdán a kérdezd a rabbi, csütörtökön kabbalisztikus gondolat a heti szakaszból, szóval minden héten lesz mit tanulni. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönöm, szia!